16 éves lehettem, amikor egy koncert végén a kezembe nyomta az épp, hogy el nem tört dobverőjét. Az a fadarab nekem akkor a mindent jelentette. Miatta kezdtem el dobolni, a zenekaráért szerettem meg a rockzenét. Tinédzserként csak álmodtam róla, hogy egyszer beszélgethetek vele, most megadatott. Fejes Tamást, a tankcsapda dobosát látom ma vendégül a Pesti TV identitás erősítő portré műsorában, a Mi vagyunk a magyarokban. Szia! Szia Tamás! Nem is tudtam, hogy ilyen nagy hatással voltam rá. Szóval az már kiderült, hogy én egy óriási tankcsapda rajongó vagyok. A tankcsapda az a gyerekkorom vagy a fiatalkorom egyik legnagyobb befolyásoló tényezője volt, de ez a műsor nem rólam szólt természetesen. Innen látszik, hogy milyen öregek vagyunk. Kösz. De arra lennék tőled kíváncsi, hogy neked a zene. Én miattad kezdtem el dobolni, miattatok kezdtem el a rockzenét és a tankcsapdát hallgatni, szeretni. Neked mi volt az a zenei élmény, az a zenei pont, amely elindított ezen az úton? Fú, szerintem az én sorsom eleve elrendeltetett. Én azt gondolom, anyukám az énekzenetanár, illetve a családban mindenki valamilyen hangszeren játszott vagy játszik. Úgyhogy nálunk az a klasszikus családi falusi modell volt, hogy különböző névnapok, születésnapok alkalmával az egész család vagy harmonikázott, vagy zongorázott, vagy valami, tehát közös zenéléssel telt el. Abszolút. Tehát egy központi helyen van a zene a család életében. Volt egy ilyen kitérő, hogy kamaszkoromban kitaláltam, hogy én autószerelő leszek, miközben jártam mellette ugyanúgy zeneiskolába. Ez egyfajta lázadás is lehetett, vagy nem tudom micsoda, mert nem akartam komoly zenével foglalkozni, de hát alapjában véve hamar kiderült, hogy az nem nekem való. Ettől függetlenül ezt az autószerelő technikumot én kijártam, de végig mellette a zenélés foglalkoztatott, tehát így igazság szerint nem is volt más dolog a képbe, csak a zene, illetve a zenével kapcsolatos egyéb dolgok, mert ugye a zene az a haba tortán, de az ezzel járó mindenfajta tevékenység, tehát én voltam más zenekaroknál ród, sofőr, szállító, szervező, hangosító, tehát hogy magyarul minden, ami e köré épül, iparág, csúnyán szóval mondva iparág, vagy akár hangszerkereskedelem, hangszer, minden, tehát minden, ami ezzel kapcsolatos, mindig ez volt a szemem előtt, és mindig is csak ez érdekelt. Ha a zenélésre, magára, a tevékenységre térünk vissza, akkor miért pont a dob lett a hangszered? Nem tudom. Igazság szerint én is, nekünk úgy nézett ki a lakásunk, hogy egy másfél szobás lakásban nőttem föl, és a nagyobbik szobában egy versenyzongora volt, a kisebbik szobában meg egy pianino. Tehát így kézenfekvő lett volna, sőt a bátyám az kötelezően vitték is zongorára, de ő mindig sírva jött haza, úgyhogy valószínűleg emiatt megijedtem a... Ő nem is lett zenész akkor. Nem. És nem tudom. Igazság szerint így megtetszett, és így ennyi. Tehát így addig mondtam otthon, hogy írassanak be dobolni, tanulni, hogy beírattak. Nagyapám egyből mondta, hogy választottam volna valami komolyabb hangszert is. A racionális gondolkozáson nagymamám meg azt mondta, hogy pikolóra kellett volna menni, az pici hangszer, mert azt nem kell pakolni, az elfér egy kis táskába is. Tudom, hogy miről beszéltek a nagyszüleid, már a dobos mi voltomból, amikor telepakolt autóval kellett szállítani. Így van, hogy mindig pakolni kell, meg hogy komolytalan hangszer. Van is benne valami, nincs is benne valami, nehéz dobosként érvényesülni, tehát mindenféleképpen a legkiszolgáltatottabb hangszer a dob, de én azt gondolom, hogy én teljesen meg vagyok elégedve a karrieremmel, úgyhogy a végén, hogyha ösztönösen is választottam, szerintem jól választottam. Itt már kitértél arra, hogy maguk a hangszerek, mint eszközök is iszonyatosan nagy hatást gyakoroltak, és a mai napig is gyakorolnak rád. Említetted, hogy hangszerkereskedelemmel foglalkoztál, de ugye a mai napig is foglalkozol. Arra majd kitérünk, hogy amellett, hogy kiváló rockdobos vagy, kitűnő üzletember is, de a hangszerek iránti vonzalom, itt a családi vonalat is nyilván beleértve, honnan jött, és hogy alakult ki ennyire szoros kötelék közted és a hangszerek között? Zeneiskolába jártam, akkor egy fúvó zenekarba voltam ütős, és ott ugye a fúvó zenekarral óhatatlan, hogy megismerkedsz más hangszerekkel is. Tehát odáig fajult a dolog, hogy
ugye mi elég komoly Európa turnén voltunk már 12-13 éves koromban, ezzel a fúvó zenekar, a klasszikus zene, illetve már akkor kezdtek becsempészni ilyen MyWay feldolgozásokat, akkor már lehetett nem csak ilyen komolyabb műveket előadni, és ilyen óhatatlan volt, hogy kezembe került egy tuba, egy trombita, egy szaxofon, egy bármilyen hangszer, és igazság szerint mindegyik ehhez valamilyen fajta vonzalmat éreztem. Nekem tetszenek például, mai napig, hogyha ránézek egy szaxofonra, nekem például egy szép dolog. Tehát tárgyként mint tárgy, igen, tetszik? Mint tárgy. Tehát hogy a simán úgy el tudom képzelni a lakásomban bármilyen hangszert, amit kiteszek, hogy nem hozzá se érek, csak mint vizuális élmény. Nekem ilyen szempontból fontosak a hangszerek. De más, tehát minden, de egyébként a népi hangszerekben is például megtalálom ilyen szempontból magam, érdekel. Egyszerűen biztos vannak olyan típusú emberek, hogyha ezt nézi valaki ezt a műsort, hogy lát egy bármilyen hangszert, kíváncsi arra, hogy milyen a hangja, meg akarja szólaltatni, vagy meg akarja ütni, vagy valamit akar belecsinálni, hogy milyen lehet az. Nekem abszolút ilyen típusú ember vagyok. Térjünk át Debrecenbe. Debrecenhez. Ott születtél, ott nőttél fel, és ott élsz a mai napig is. Mit jelent neked a város, mit jelent neked a debreceniség? Hát mindent. Én nagyon lokálpatrióta ember vagyok, bár azt el kell mondanom, hogy a munkám miatt Budapesten is élek. Tehát, hogy magyarul ingajáratban vagyok, bocsánat, de debreceni vagyok. Tehát én mindig is debreceni leszek, voltam, illetve hogyha meg is halok, akkor debreceniként fogok meghalni, akárhol fogok meghalni. Tehát nekem Debrecen mindent jelent, 100%-os lokálpatrióta vagyok, próbálom a tájszólásomat nem elhagyni, illetve büszkén vállalni mindent. Hát ugye az ember ott nő fel, a gyerekkori élmények, a család, minden odaköt, a barátaim, a legjobb barátaim. És egyébként az a legjobb abban, hogy Budapest és Debrecen között két laki életet élek, hogy többször tudom megélni a hazaérkezést. Az egy olyan marha jó dolog. Tehát, hogyha valaki hosszabb távról hazaérkezik, akkor biztos olyan ez a mindig ilyen demagóg duma, vagy lejárt a duma, mindenhol jó, de legjobb otthon. Én nekem ez valamikor egy héten többször is megadatik. Tehát olyan jó hazaérni a debreceni házamba, és mindig fel tud tölteni, és ez egyébként meg mindig ad egy olyan löketet, hogy na akkor gyerünk vissza Pestre, akkor kezdjük a melót. Tehát, hogy egy ilyen nyugvó pont nekem Debrecen. Az egyébként nem merült fel, itt most későbbi zenekaros korszakra gondolok már, hogy a teljes zenekar Budapestre tegy át székhelyét? Ez többször is volt, még amikor nem is voltam a zenekar tagja, akkor is beszédtéma volt, hogyha a magyar viszonyokat nézzük, a zenekaroknak jó része fölköltözik Pestre, talán mostanában már ez ennyire nem így van, de még most is jellemző, és az igazság szerint a munkám is azért van Pesten, mert azért még ez a Pest központusága azért még mindig érvényesül. Ha igazán napi szinten ott akarsz lenni, és nem akarsz semmiről lecsúszni, itt kell lenni. Tehát ez nem lehet az, hogy két hét múlva majd jövök Debrecenből, és akkor megbeszéljük. Hiába van online, hiába van e-mail, telefon, felgyorsultak a dolgok. Régebben még azt csináltuk, hogy a debreceni vasútállomáshoz kivittük a cuccot, amit fel akartunk küldeni a kiadóhoz, odaadtuk a 500 forintot a mozdonyvezetőnek, meg a csomagot, és akkor Budapesten meg kiment a kiadónak az embere, és levették a cuccot. Tehát más világ volt. Igen, teljesen más világ volt. Most már minden fölgyorsult, de mégis ott kell. Tehát a személyes kapcsolattartásban hiszek, én az nagyon fontos a kapcsolati tőke, nagyon fontos szerintem, hogy mindenféleképpen személyesen érvényesítsem a zenekarnak a dolgait, illetve a saját dolgaimat. Nem hiszek ilyen szempontból az e-mailbe, vagy csak simán a telefonba. Mikor találkoztál életedben először a Tankcsapdával? Úgy, mint zenekar, tehát még szóba sem került az, hogy te csatlakozzol a zenekarhoz, ugye a Tankcsapda 1989-ben így van. Alakult,
te 2000-ben csatlakoztál, igen. Itt volt 11 év, amikor Debrecenben nyilván ez egy jól menő zenekar volt, már akkor meg országos szinten is. Igen, én a Landel Jenő zenei, Landel Jenő szakközépiskolába jártam, autószerelő iskolába, és ott lépett fele a tankcsapda zenekar valami farsang alkalmával. És ez akkor hányban nem... volt, bocsánat? Hogy? Ez hányban volt? Hát szerintem ez 90-ben volt. Tehát ez a alakulást követő... Abszolút, tehát ez a teljes idióta kinézett. Lacinak akkor még rövid haja volt, mert a katonaságból akkor jött vissza, ilyen toll volt a fülébe. Néztem is, hogy ez... Tehát ilyen, az egész zenekart nem értelmeztem, hogy mi van. Buzsik Gyuri ilyen nagymamám mamuszba csoszogott ott jobbra-ba, nagyon szét volt esve az egész zenekar. Egyébként egy nagyon jó bulit nyomtak, és én azt gondoltam, hogy a zenekarnak a neve egy Kamcsatka. Tehát én nem is értettem, hogy tankcsapda. A skandálásból gondoltam? Igen, félreértettem, meg akkor voltak ezek a tévéhíradós hírek, hogy akkor ott óriási nagy balhék voltak, és gondoltam, hogy valami iszonyú punk zenekar is kamcsatkáznak, meg minden. Utána valaki mondta, hogy ez nem ez tankcsapda. Illetve már utána nem soká közös együttműködések is voltak. Legelső demózásnál, meg minden, tehát hogy a korai szakaszban barátság alakult ki, illetve folyamatosan ott voltam a zenekar mellett, segítettem technikusként, lemezfelvételkor, Cseresznyével nagyon-nagyon nagy barátságot ápoltunk, tehát a napi szintű kapcsolatot is alapjában véve így is kerültem be az ő oldaláról a zenekarba. Ha jól tudom, volt egy olyan történet is, hogy a tankcsapda akkor még nem voltál tagja a zenekarnak, éppen új lemezt vett fel, és nem volt egy húrjuk, vagy húrkészletük? Hát alapjában véve én már így a hangszeriparba, hát hogyha... És te segítettél, bocsánat. Így van. Hangszeriparba elég hamar beléptem, ha azt akkor iparnak lehetett, mert hát akkor ilyen hiánygazdaság volt, érted, hogyha valaki tudott valamit szerezni, akkor már nagyon nagy király volt. És hát az nekem abban az időben, finoman fogalmazva, elég jól ment. És hogyha valamire szükség volt, akkor a közkézen forgott a telefonszámom, úgyhogy Laci, és több ízbe is húztam ki ilyen szempontból a zenekart, hogy úgy gyorsan ez kéne, vagy Gyurinak például. Tehát egy finoman fogalmazva, egy eléggé nem törődöm zenekar volt. Tehát a punk minden attitűdjével felszerelkezve, és ebbe a jó és a rossz dolgot is beletéve, tehát hogy minden az utolsó pillanatban, minden szanaszéjjel eltörve, elmegyek koncertre dobverő nélkül, húr nélkül, stúdióba, tehát ez a tipikus káosz kategória, és akkor mit csináljunk, hát majd hívjuk fejest. Tehát egy alapjában véve így nem csak egy ilyen sztori volt, hanem több ilyen sztori is volt, ahol segítenem kellett a zenekarnak. Viszont eljött a 2000-es év, csatlakoztál a zenekarhoz. Hát inkább 99, tehát a hivatalos az, amikor Lacinak van egy ilyen berögződése, ő eléggé ilyen sarkosan szeret intézkedni, hogy mindig majd évvégén jelentjük be, meg évvégén, meg így, meg új, meg hónapfordulókor. Igen. Tiszteletbe tartjuk, ő ilyen típusú ember, ilyen szempontból elég régi vágású az úriember. 99-ben már együtt dolgoztam a zenekarra, hiszen a Mennyország Turiszt akkor született. Alapjába véve azon óta a belépőm, a Mennyország Turiszt, azt Lacival ketten hoztuk létre a régi házamnak a garázsába, illetve ott már belecsaptunk az Üdvözöllopokból, ez az a ház, tehát az Agyarország következő lemeznek a nagy slágereibe, 3-4 nótát gyorsan meg is csináltunk, le is demóztunk, és akkor ott Lacinak szüketítettem a fejébe. 99-ben már nagyon nagy káosz volt management szinten is, illetve nem annyira jött be az Elekottó a zenekarba, mint emberileg nem tudott beilleszkedni, valószínűleg azért, mert ő nyíregyházi volt, vagy egy teljesen más mentalitású ember, és rájöttek arra, hogy egy hasonló identitású emberre van szükségük, aki érti az ő szavaikat, vagy az ő gondolataikat, és alapjában véve így lettem én 2000 évelején bejelentve, tehát az a hivatalos beszállásom a tankcsapdába valóban, de a háttérben már 3-4 hónapra előtte már folytak a munkálatok. Milyen érzés volt megérezni a sikert? Itt említetted a Mennyország Turisztot, akár az Üdvözöllapokot. Ezek akkoriban, meg hát szinte a mai napig is a legnagyobb slágerek közé tartoznak. Tehát... Figyelj, érdekes, mert a Mennyország Turiszt, amikor megjelent, akkor össznépi fika.
Tehát ilyen másfél éven keresztül. De ezt már azért megszoktátok. Hát én akkor nem szoktam meg, mert akkor kerültem be a zenekarba. Bekerültem a zenekarba, az első téma az volt, milyen köcsög ez a gyerek, milyen flegma, milyen paraszt, milyen izé. Én meg így néztem, hogy azok azt se tudják, hogy ki vagyok egyébként. Tehát ezzel az oldallal, az ismertségnek az ezzel az oldalával nagyon gyorsan megismerkedtem, mert mondhatom azt, hogy a belépésem után a régi menedzsment sértődöttsége, illetve az emberek, nem szeretik az emberek egy 10 éves brand után, ha változtatnak. Ez így van. Tehát ezt el kell fogadnom, ezt megtanultam azóta is. Valószínűleg, hogyha holnap én nem lennék a zenekarban, akkor ugyanaz, akkor hirtelen felértékelődik mindenkinek a személye, és az új tag az antikrisztus, ahogy igen. Például legutoljára Sid is járt a tankcsapdával. Ez egy ilyen általános emberi reakció. Én ezt az reakciót akkor még nem ismertem, nem is értettem, hogy ezeknek az embereknek mi bajuk van. Azóta már persze megtanultam, hogy ezt hogy kell kezelni, meg miről is szól valójában ez az egész dolog. És a Mennyország turistra visszatérve, amikor megjelent ez a szám, akkor voltak olyan emberek, akik a koncerten így hátrafordítottak, meg mutogattak, hogy ez nem is tankcsapda, meg már ez nem olyan, tudod, az a régi lemez, meg mit tudom, ez az első fogadtatása a Mennyország turistnak ez volt. És utána meg egyszer csak így eltelt egy év, és volt egy ilyen boom, és akkor meg hirtelen meg a világ legjobb száma lett, és most meg a, ugye, mindenki, minden zenekarnak van egy kiugró slágere, nálunk a Mennyország turist, nem tudom ezt, hogy tudjuk majd megfejelni, vagy egyáltalán meg kell-e fejelni, de a lényeg, hogy ez egy ilyen érdekes attitűd volt, hogy nem az első percben egy ilyen átrobbanó, átütő sláger volt, valahogy azzá vált, aminek egyébként örülök, mert ráadásul ugye, hogy hosszú távon visszatekintve, hogy nekem az a belépőm, azért az egy nagyon nagy visszaigazolás számomra. 20 éve vagy a zenekar tagja, vagy 21 éve, ahogy nézzük. Brutálisan sokat vagytok együtt a többiekkel. Folyamatosan turnéztok, koncerteken vagytok, lemezeket készítetek. Hogy lehet ilyen hosszú időn keresztül elviselni egymást? Tehát itt az emberi kapcsolatokra gondolok. Nagyon jó kérdés egyébként, mert egyébként ilyen szintű nyugati zenekaroknál, és nem akarok ebbe belemenni, hogy mi lett volna, ha Amerikába születünk, mert ezeket a dumákat nagyon nem bírom. Erre külön coach van, meg külön emberek vannak. Tehát azért mi láttunk nagyon nagy zenekarokat turnén dolgozni, Slipknot, Korn, Iron Maiden, Motörhead, többször bulisztunk. Tehát hogy azért erre megvannak a megfelelő emberek ezeknek a kezelésére, nem csak az emberi konfliktusokra, hanem az, hogy adott esetben az embernek ugyanúgy magán életi válságai is vannak, halál esetek is történnek a turné közben, közel álló rokonok, vagy a gyerekeddel balhézó, vagy valami történt, vagy kórházba kerül, ezt mind kezelni kell, ez mind kihat mind a hármunkra ráadásul, tehát bárkivel történik, vagy bárkinek a családjába. És ugye az estét meg kell oldani, tehát hogy magyarul ez a közönség meg úgy van vele, hogy mit érdekel engem. A végén azt fogják írni, hogy jó volt, vagy rossz volt, vagy megint mellé ütött k***a béna volt, az, hogy most technikai oka volt, lelki oka volt, vagy csak egész egyszerűen közöttünk lévő kémiából volt ez az egész dolog. Ez a közönséget, a kritikusokat egyáltalán nem érdekli. Egyébként hozzáteszem, nem is kell, hogy érdekelje, tehát nem is sírni akarok. Ezt meg kell oldani ilyen szempontból. Kérdésedre válaszoljak, megtanultuk ezt kezelni. Tehát megfizettünk érte kőkeményen, de megtanultuk kezelni. Ezt rendezni kell mindenféleképpen. Nagyon sok zenekarnak nem sikerül, nem csak Magyarországon, külföldön is. Ezért vannak a tagcserék, vagy a zenekaroknak a széthullása. Mi megtanultuk kezelni, nagyon erős kötelék van köztünk. Nem feltétlen ez a majom szeretet, hanem jó értelembe véve testvéri szeretet. Tehát én a Lacit vagy a Sidit én úgy szeretem tényleg mindenfajta hangzatos szó nélkül, mintha testvérem lenne. És úgy tudom utálni is. Tehát ez is benne van. Tehát hogyha valakinek testvére van, akkor tudja ez a mondat mit jelent, hogy valamikor a tesódat legszívesebben felrúgnád, de akkor is a testvéred, és hogyha valaki felrúgja, akkor te vagy az első, aki odáll, hogy hello, álljunk már meg egy pillanatra. Tehát ez egy nagyon érdekes szimbiózis. Hát meg nagyon föl kell tudni térképezni a másikat, illetve szerintem kell egy magával hordozott intelligencia az embernek, hogy ezt tudja valamilyen szinten kezelni. Mint már említettem, óriási tankcsapda rajongó vagyok,
4 éves koromban találkoztam először a zenekarral. Nekem akkor a tankcsapda a cseresznyével jelenlévő tankcsapda volt, azonban így utólag itt ezt az egész, nem tudom, 16-7 évet átnézve ezen gondolkodva, amikor készültem erre a műsorra, úgy érzem, hogy a legnagyobb egyetértés, kohézió az a jelenlegi felállásban van. Erősíts meg, kérlek. Így van, de azért azt hadd mondjam el, hogy azért ehhez el kellett telni ennyi időnek, tehát azért ez egy 20 éves gondolkozás, egy 30 éves hevesebb gondolkozás, minden mindegy ember, az sokkal nagyobbakat tud tévedni, vagy sokkal hevesebben tud reagálni, azért mindannyian 40-en fölül vagyunk, teljesen más gondolkozással, teljesen más tapasztalattal, ez is benne van ebbe a sztoriba, illetve cseresznyével is volt ilyen időszakunk, ha nem is ennyire hosszú idője, mint Sidivel, de volt. Tehát hogy azt is el kell mondani, hogy ez nem feltétlenül az, hogy cseresznye az antikrisztus, hanem volt cseresznyével nagyon-nagyon jó időszakunk, meg volt nagyon-nagyon pokol időszakunk. Ez egy mindenki részéről, ő részéről is, mi részünkről is, mindig kettőn áll a vásár. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ő miatta, mi miattunk, így alakult, ennyi. De minden esetre most nagyon jól érezzük magunkat a bőrünkbe. Innen folytatjuk a beszélgetést, most elmegyünk egy gyors reklámra, és mindjárt jövünk Fejes Tamással. Fejes Tamással folytatjuk a beszélgetést, a tankcsapda dobosával ott fejeztük be, hogy a tankcsapda jelenlegi felállásában mennyire aktív és mennyire jól működő zenekar. Ebben a részben arra is ki fogunk térni, hogy Fejes Tamás amellett, hogy kiváló rockzenész, kiváló rockdobos, kitűnő üzletember is. Ezt az oldaladat talán kevesebben ismerik. Tehát amellett, hogy, ahogy említettem, kiváló zenész vagy. Igen. Hát az, hogy kiváló zenész vagyok, ez nagyon szubjektív. Ez az én személyes véleményem. Köszönöm szépen, mint de ahogy említettem. Ezt majd a különböző dobos oldalakot, hogyha utána olvasol, akkor nem biztos erre fogja. Erre a Beatles dobosa szokta mondani, hogy lehet, hogy nem én vagyok a világ legjobb dobosa, de én vagyok a világ leghíresebb dobosa. Vagy én kerestem hát a legtöbb pénzt dobolással? Igen, a Ringo Starr a leggazdagabb, a második a Lars Ulrich, a két, elvileg a szakma szerint a két legkutyább. Igen. Erre csak egy mondatot, mindenkinek más az útja, más teljesen. Tehát én nagyon szeretem magyar dobosoknál például Borlait, vagy a Markó Árdit, akik iszonyatos karriert futnak be a dobolásukkal, de iszonyatos munkát tesznek bele. Tehát, hogy nem lehet összehasonlítani egy olyan dobost, amilyen én vagyok, egy olyan session dobossal, akinek reggeltől estig ezzel foglalkozik, és nem is akarom. Tehát, hogy az én utam az teljesen más hova visz. Ezt nekem el kellett dönteni, hogy vagy e felé megyek el, vagy teljesen másképp gondolkozok. Nem csak zeneileg, hanem karrier szinten, élet szempontjából, minden szempontjából. Ezt most nem a saját magam védelmébe mondom, hanem egész egyszerűen csak tisztázni akarom ezt a dolgot, hogyha valakivel hatással vagyok, és hála Istennek nagyon sok mindenkire vagyok hatással, és tényleg köszönöm a sok pozitív visszajelzést, de nem tartom magam egyáltalán a szó olyan értelmében jó dobosnak szakmailag, amilyennek mondjuk lennie kellene, vagy amilyen dobosok vannak Magyarországon. Nagyon sok dobosra büszke vagyok, nagyon sok dobos támogatok is azért, hogy olyan szintű technikai fejlődésen menjen keresztül, amilyen technikai fejlődésen keresztül megy, de én nem is akarok. Tehát én mellette szeretnék motorozni, arra is időt szakítani, szeretnék hajózni, tehát hogy magyarul tehát nem tudok 3000 helyre. Egy időben próbáltam, hogy ez nekem menni fog, de rájöttem, hogy nem, úgyhogy én a tankcsapda legjobb dobosa szeretnék lenni, és büszkén jelentettem is, hogy úgy gondolom, hogy az is vagyok. Az üzletemberi mi voltamra? Az üzletemberi mi voltamra. Én se tudtam, hogy az vagyok. Tehát az egész családom teljesen humán beállítottságú, tehát semmi a faterom se, anyukám se, senki, semmilyen szinten nem volt ilyen fajta ember előttem, vagy nem volt iránymutatóm ebbe a dologba.
mondhatom azt, hogy kényszervállalkozó voltam, azért lettem kényszervállalkozó, mert megszűnt a zenekarom, nem akartam a zenétől elszabadulni, és elmentem egy hangszerboltba dolgozni. Így indult a üzleti karrier. Akkor még alkalmazott. Így van, alkalmazott, utána átmentem egy másik boltba, utána a régi boltomnak lettem a tulajdonosa, utána a másikba üzletrészt vásároltam, és így elkezdtem fejlődgetni, és az idő azt mutatta meg a tények, hogy nekem ez működik, ez megy. És néha én magamon is megdöbbenek, hogy nem tartom egy ilyen szuperhérónak, mint amiket te mondasz rólam, de hogy honnan indultam meg, hogy milyen képességekkel rendelkezek, és meddig jutottam, néha megdöbbenek, hogy miért jutottam el idáig. Nagyon hálás vagyok az életemnek, próbálok ennek megfelelően nem gyarlóként viselkedni, és nyomni ezerrel. Tehát még azért nagyon sok tervem van ebbe a dologba. Nagyon szépen alakult a hangszer kereskedő karrierem is, jelen pillanatban 3 boltom van, most fejlesztjük az online boltomat, és tervben van, hogy jövőre megyek ki a nemzetközi piacra, ott is meg szeretném magam méretetni, nem csak Magyarországon. Természetesen a tankcsapda az első, tehát addig még a tankcsapda működik és aktív, addig minden második, harmadik vagy negyedik helyen szerepel, meg közben azért vannak nekem egyéb dolgaim is, meg azóta kitaláltam egy új dolgot, amit nem soká szerintem megismer talán az egész ország. Talán próbálom jobbá tenni a magyar zenészek helyzetét egy új, mondhatom azt, hogy találmány. Nem is tudom, hogy mi ez. Nem akarok erről pontosan még beszélni, de az a lényeg, hogy 1000 dolog jár az agyamba. Mindenbe eddig próbáltam beleállni és teljes hévvel tolni, talán emiatt vannak eredményeim, de emellett egyébként meg vannak kudarcaim is, tehát nem minden úgy van, hogy 100%-osan bejön, de összességében, ha az összképet nézem, akkor meg folyamatosan évről évre haladok mindennel. Sikeres ember vagy. Mondhatom azt, hogy igen. Tehát mindenféleképpen amekkora jövőt jósoltak a tanáraim, meg a körülöttem lévő emberek, azt már szerintem túl teljesítettem. Te említetted a beszélgetésünk első felében, hogy a tankcsapda a kezdeti időszakban egy ilyen káosz, vagy talán ezt a szót használtad, azzal lehetett a legjobban a rendszert, hogy legyenek hangszerek, legyen technika, legyen stb. Igen, igen. Mikor a 2000-es megérkezésedet követően az embereknek, a rajongóknak feltűnt, hogy jóval professzionálisabb lett a tankcsapda minden téren. Ez a te szerepednek köszönhető? Szerepednek is köszönhető? Hát ezt nem nekem kellene mondani, hanem a többieknek. Ilyenkor kell ránézni, hogy Sidire vagy Lacira, hogy igen, neki köszönhető. Ez ilyen rossz mondani. Igen, tehát egy igazság szerint, én megmondom őszintén, amikor bekerültem egy 10 éve profi zenekarba, akkor megdöbbentem, hogy milyen körülmények vannak, meg milyen látásmód, meg milyen szemlélet a zenekarba, és ezzel nem bántani akarom egyáltalán az előttem működő embereket, akkor úgy működött, akkor az úgy volt jó, sokkal ösztönösebben működött, de a kívülállóként, még hogyha bele is láttam egy picit a dologba, azt vettem észre, hogy azt gondolta az ember, hogy ez egy profi zenekar. Amikor meg belekerültem, akkor meg azt gondoltam, hogy úristen, ezek hogy a p***ba kerültek ilyen messzire, ez nagyon durva, amit történik. Hát Laci nem egy racionális ember, Laci nem egy stratéga, finoman fogalmazva, és nem is ezért kell szeretni, tehát hogy azért az nem bántás, vagy nem a imidzsének a lerombolásában, hanem Lacinak nagyon-nagyon sok erénye van, szerintem az egyik, hanem a legjobb szövegíró Magyarországon, nagyon jó dalszerző, marha jó frontember, egyébként egy nagyszerű ember, tehát tényleg egy nagyon jó, szerethető ember. Vannak ilyen típusú emberek, tudod, hogy akárhogy néz ki, vagy akármit képvisel. Ránézel, és ilyen igen, csupasz hívember. Igen, tehát hogy magyarul egy 60 éves öreg nén is rámosolyok, én már egy olyan karakter vagyok, aki marhára így van. Tehát hogy magyarul én is megdöbbentem, amikor tévében láttam először magam nyilatkozni, hogy mennyire flagma, meg mennyire nyegle a stílusom. Belülről nem így érzem, én tök rendben érzem magam, de kívülről ez jön ki, ezt el kell fogadni. Azt gondolom, hogyha
ezen elkezdenék mesterségesen változtatni, akkor az már nem én lennék. Akkor nem tudok úgy gondolkozni ebbe a dologba. Szóval visszatérve ebbe az egészbe, hogy teljes káosz. Tehát, hogy menedzsment nélkül maradt a zenekar, Laci leült tárgyalni, olyan hülyeségeket mondott, meg olyan pillanatokat sarokba szorították adott szituációba, tárgyalási pozícióba. Én mondtam Lacinak, hogy inkább megpróbálnám ezt én, mert nem biztos, hogy ez így jó lesz a zenekarnak. És hát egyébként hozzáteszem az elején ebben maximálisan támogatott Cseresznye is, hogy én csináljam már, mert nekem ez jobban megy, és ebben a zenekar is sokkal jobban jön ki, hogyha ezt én csinálom, először csak tárgyalási szinten, utána már döntéshozatal szinten is, és igen, elindult a zenekar egy teljesen más úton, el kellett dönteni, hogy vagy bedarál minket az idő, mert általában Magyarországon ilyen 5-6 éve van egy zenekarnak a csúcsra kapaszkodásra, onnantól kezdve meg vagy az van, hogy visszaesik 2-3 szinttel és daráló, vagy elvegetár egy nagyon vékony szinten. Nekünk meg el kellett dönteni 11 év után, hogy tudunk-e rátenni még egy lapáttal, tudunk-e mainstream szinten megkapaszkodni, vagy nem. Ezért mindenféleképpen strukturális változtatásokat kellett csinálni a zenekarba. Azt gondolom, hogy az élet minket igazol. Éppen emiatt alakult ki, hogy ugyan az embereknek, a rajongóknak, így akár a színpadra nézve azt látják, hogy Lukács László a Tankcsapda frontembere, az énekese, a basszusgitáros, a dalszöveg írója, de mégis a Tankcsapda vezetője, nem biztos, hogy ez a jó szó, de az te vagy. Ebben van egyfajta mesterséges fölvállalás is, tehát amikor pénzről van szó, stratégiáról van szó, zenei bizniszről van szó, az mindig nagyon kényes egy rock and roll zenekarnál, pláne Magyarországon. Tehát ismerik ezt a lemezt, hogy eladtátok magatokat, eladtátok a Bezzeg régebben, meg mit tudom én. Ez minden zenekarnál előjön, pláne a Tankcsapdánál. Ezt egy olyan embernek fölvállalni, mondjuk mint Laci, ezt a küzdelmet, az nem biztos, hogy jó. Az, hogyha én vagyok a zenekarban a mumus, a pénzember, aki eladta a zenekart, aki ezekkel a dolgokat rossz irányba vitte, az sokkal elfogadhatóbb, hogy hátul valaki kalimpál és egyébként csak a pénzért csinálja, mint hogyha mondjuk ezt a frontember kommunikálja, vagy a frontemberen keresztül megy, aki mondjuk egy szeretett gombóc, és mindenki, hogy az én Lacim, meg tetoválja magára, tehát, hogy mint a Lemmy kép világszinten. Tehát, hogy van egy, tehát, hogy nem, tehát ebben van egyfajta tudatosság is, hogy ezt a szerepet valakinek föl kell vállalni, és az én stílusomnak, meg az én megosztott szerepemhez ez teljesen passzol ez a kép is. Érdekes, amiket mondasz. Itt már kitértél, hogy van egy olyan találmány, ahogy említetted, ami most is a fejedben van, de akár a korábbi időkre is gondolhatunk, hisz a Tankcsapda jóformán megreformálta a magyar zeneipart azzal, hogy más terjesztési módokat kezdett el használni, és ezeket elég jól és elég sikeresen használta. Ezek az ötletek, üzleti modellek is inkább tőled származnak, a te gondolataid? Abszolút, igen, így van. Minden, ami ilyen gazdasági, meg ilyen stratégiai dolog általában tőlem jön. A srácok óriási művészek. Egyébként hozzáteszem, Sidi is ír szöveget, és egyébként szerintem Laci után a második legjobb szövegíró Magyarországon, illetve Sidi is egy zseniális dalszerző. Abszolút mutatja a Tankcsapdánál a jelenlétét, tehát azért őt se felejtsük el ebbe a dologba, illetve egy olyan karaktert kaptunk, ami egyszerűen szerint az emberek nem tudják levenni a szemüket róla. Tehát így, aki nem ismeri Sidit, például külföldön mászkálunk Amerikába, akkor rendszeresen van idegen emberek jönnek oda, hogy te zenész, vagy olyan karakter, hogy szerintem egy trióba nekem van a legjobb szerepem hátul, mert elő van, mindig azt szoktam mondani a Modern Talkingból, a szőke meg a fekete, aki elviszi a bulit a színpadon, én ott hátul el vagyok. Tehát mindenféleképpen, mi is volt az első? A kérdés csak Sidire kiterült. Az új üzleti modell, tehát az, hogy lemezeket, hanganyagokat... Igen, nem csak ebben reformáltunk meg. Tehát én azt gondolom, hogy büszkén mondhatom azt, és ez nem dicsekvés, és nem azért, mert hogy itt üssem az asztalt, hogy már pedig mi csináltunk mindent, de azért nem csak a lemezpiac... Körszínpad koncert. Igen, de például az, hogy egyáltalán a magyar zenekaroknak legyen cateringje, az, hogy egyáltalán egyenek, igyanak koncerten, és ne csak a külföldieknek legyen.
ennek az egész útnak a konfliktusát én kezdeményeztem, és én ütöttem az asztalt a fesztiváloknál, hogy miért van az, hogy előttünk játszik egy külföldi zenekar, és neki kaviár meg rákjár, én meg egy ásványvízért könyörgök, hogy valaki hozzon már fel 40 fokban. Tehát ugye ezek a ma már ez nem kérdés. 2-3 évig ugye a teljes szakma utálatát kivívtuk 3 éven keresztül, hogy a tankcsapda akkora nélképű, már szendvics nélkül nem lép fel. Most ezek a zenekarok már nem szendvicset, hanem már meleg kaját kérnek. Tehát, hogy nagyon sok minden sztorit hoztunk be. Nagyon sajnálom azt, hogy a szakma, hát a szakma, és azt meg idézőjelbe teszem, mert ugye nagyon sok bukott zenészből lett a kritikus szakma, ezt lájkokért olcsó pénzre váltják. Tehát, hogy magyarul ők maguk is tudják, hogy nyugaton ez az egész dolog hogy jön, és milyen nyugati modelleket hozunk be, akár szponzoráció, megszűntek a lemezkiadók. Alapjában véve az emberek a szponzorációt össze-vissza keverik, mert ugye a lemezkiadás, a lemezkiadók voltak a szponzorok, azok tették bele a pénzt a zenekarba, nem csak felvételre, turnéba, etc. etc. Ez egy befektetés volt. Azokat váltjuk ki szponzorokkal, hiszen már nincsenek lemezkiadók. Ezeket azt gondolom, hogy az embereknek szépen lehetett volna tálalni, és ezt az emberek értenék. Ehelyett ez az egész szár mostanában már összekuszálódott, és már ott tart az egész dolog, hogy kit vettek meg kilóra, illetve ott tart az egész dolog, hogy nem mernek a szponzorok beszállni zenekarokba, mert nem pozitív megerősítést kapnak, hanem negatív megerősítést, ezért pénztelenné válik a zeneipar, ezért süllyed a magyar zeneipar. Szóval azért mondom, hogy itt a szakmaiságot is meg tudnám ebbe kérdőjelezni, nagyon rosszul reagálták le ezeket a reformjainkat. De én azt gondolom, hogy hosszú távon, ahogy mutatja a kép, az idő mindig minket igazol, és mi merjük vállalni ezeket a konfliktusokat. Azt gondolom, a zenekarnak az egyik sikerének a titka is, hogy elmerjek jönni ebbe a Pesti TV-be interjút adni neked, miközben mindenhol fikáznak minket, hogy mi vagyunk a Fidesz zenekar, közben nem vagyunk a Fidesz zenekar. Én azt gondolom, hogy ahova szívesen hívnak minket, és normális kérdéseket tesznek fel, illetve nem a zenekar lejáratása a cél, oda bárhova elmegyünk, és bárkinek szívesen válaszolunk, mert nincs mitől félnünk. Én azt gondolom, hogy az a zenekar, aki őszintén nyíltan játszik, az hosszú távon mindig nyer. Itt már belekaptál abba a témába, amire kíváncsi vagyok. Itt a koronavírus helyzet egy olyan érdekes élethelyzetet szült a zeneipar szempontjából, hogy lényegében leállt. Azonban a tankcsapda ebben is úttörő, és próbál minden lehetőséget megragadni, amit csak lehet kitalálni, ahogy mondtam, lehetőséget megragadni, hogy ebben a nehéz helyzetben is túléljen. Nem mindenkinek tetszik ez azonban, folyamatos kritikák keresztüzében álltok. Ezt hogy lehet megemészteni, és főleg a kérdésem arra irányulna, hogy úgy, hogy ti tudjátok, hogy jó úton haladtok, és jót csináltok. Hát igen, az intelligencia az maga szerintem az, amikor a változásokra vagy a változtatásokra a legmegfelelőbb lépéseket teszed a leggyorsabban. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a tankcsapda mindig is egy intelligens zenekar volt. Illetve hát a kritikákat mindig föl kell vállalni, ezt megtanultuk már, hogy személyes okokból olyan emberek támadnak, illetve használnak fel akár politikai támadásokat, akik már mondjuk 15-20 éve támadják a zenekart, még akkor is, amikor még ők nem politizáltak, hanem zenei lapoknál írtak, akkor is próbálták a zenekart ledarálni. Minden eszközzel jönnek felénk, de hála Istennek a közönség valamiért mégis mindig mellettünk áll. Úgyhogy én azt gondolom, amit az elején is mondtam, hogy aki őszintén játszik és igazat mond, azt az élet mindig igazolja. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy nekünk ezekben a dolgokban nem kéne beleállni, mert ha következetesen mi mindig ugyanazt mondjuk és ugyanazt csináljuk, akkor az ki fog derülni, hogy nem hazugság, illetve ezeket a dolgokat, amiket teszünk, azért tesszük, mert jónak tartjuk. És ugye, hogyha eredmény van mögötte, akkor kiderül, hogy ez tényleg jó. Azért tudtunk például egy autós koncertet is csinálni, mert az, hogy szponzorokkal tartunk kapcsolatokat, és egyébként a szponzor szó ebbe a sztoriba
nem is megfelelő, mert mi olyan emberekkel dolgozunk együtt, akik a zenélésünket, a turnézásunkat segítik. Most ez a szponzoráció pusztán arról szól, hogy Fejes Tamásnak vagy Lukács Lászlónak a zsebébe tömnek 5 millió forintot, és én abból elmegyek Hawaii-ra. Ez nem így van. Mi a zenekari gépezetbe tesszük. Vagy ugye MOL támogatása, gázolaj, turné, a buszokat tankolni, akkor például egy Unika az egész turnét biztosítja. Effektív ott például pénzmozgás nincs is. Tehát ugye nem történik semmi. Tehát ilyen barter szerződés. Hát most persze vannak italos céges szponzoraink is, de az másról szól. Sosem mondtuk, hogy nem szeretünk inni. Szóval, de effektív a működésnek a segítségére hívunk szponzorokat. Nagyon sok olyan szponzor jelentkezett már sok pénzzel, akit nem tudtunk beépíteni, mert nem tudjuk, hogy kommunikálni, és a magában a működési elvben nem tudjuk betenni. És ebbe a sztoriba is, hogy ugye nekünk volt egy tervezett európai turnénk, arra volt egy büdzsé, abban a pillanatban azon kezdtünk el gondolkozni a szponzorral, hogy mivel annak vége van, ezt hogy tudnánk az emberek felé úgy odatolni, hogy ebből kapjanak az emberek. És ugye ez az autós koncert született meg belőle, amiből sikerült egy politikai álmokfutást rendezni. Mai napig nem értem, hogy miért, vagy hogy gondolják azok az emberek ezt az egész dolgot. Miközben ugye ebben az időszakban egy marha nagy összefogásra lenne szükség, illetve ugye azok az erők, azok az oldalak, akik azt hazudják, hogy miránk lett ez a törvény hozva, az ugye nem következetesek, mert ha valaki megvizsgálja ezt a témát, akkor már tudhatja, hogy előtte 3 héttel a Petőfi Rádióban ezt bejelentettük, reklámoztuk, hogy lesz ez az egész dolog. És az utolsó pillanatban a katasztrófavédelem mondta, hogy nem, a jogszabály nem érvényes, nem tudom, pontosan az a lényeg, hogy ott egy szakmai vita alakult ki, hogy a szervező cég, aki az egésznek ki volt adva, egyébként nem mi szervezzük ezeket a koncerteket, meg tudta győzni a céget, hogy próbáljuk meg, mert hatályos a jogszabálynak megfelelő intézkedésekkel meg lehet csinálni, kaptak egy ideiglenes péntek-szombatra, hogy akkor próbáljuk ki, és ha ez működik, akkor utána csinálja mindenki. Ez egyébként a mai napig így van, mert következő hét szerdától mindenkinek lehet csinálni, aki a legjobban óbégatott sírt, annak is. Ez idáig azt hiszem, hogy egy stand-up comedy is, vagy egy stand-up, hogy hívják? Na mindegy, ilyen stand-upos autós koncert volt csak, mert azt gondolom, hogy ezekkel a rossz kommunikációval, ezekkel a aljas támadásokkal azt érik el az emberek, hogy a szponzoroktól is elveszik a kedvet, illetve a zenekaroktól is olyan nyomást tesznek rá, hogy emiatt nem mernek föllépni, mert onnantól kezdve megítéltetés tárgya lesz. Közben meg az ügy elvész. Nem tudnak a zenekarok fellépni, az emberek nem tudnak elmenni szórakozni. Ez egy megoldás erre, még akkor is, hogyha nem tudja pótolni. Hát természetesen elég béna, hogy a visszapillantó, vagy az ablaktörlővel kell jelezgetned, meg mit tudom, tehát nem egy jó megoldás, de mégis egy áthidalás arra, hogy itt élnek a zenekarok, vannak a közönség, valami fajta. Még az is lehet, hogy egyébként hosszú távon, még azt is lehet mondani 8-10 év múlva, hogy én még voltam azon a koncerten, amikor a XY zenekar. És azt gondolom, hogy ezt lehetett volna mulatósba csinálni, lehetett volna popba csinálni, lehetett volna valamilyen szinten átszerkeszteni, de onnantól kezdve, hogy ebből egy ilyen társadalmi botrány lett belőle, maga az egész sztori megromlott. Közben meg nyugaton ez normálisan működött, ugyanúgy szponzorokkal, és senki nem próbálta ezt politikai szemmel nézni, ráadásul hangsúlyoznám, és sose szoktam pénzdolgokkal menni, meg ráadásul, hogyha pénzt föl kell vállalni, én nagyon bátran fölvállalom. Mi egy 0 forint, 0 fillérrel mentünk oda játszani, azért, hogy az embereknek adjunk valamit. Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon örülök, hogy tudtunk beszélgetni. Nektek köszönöm a figyelmet, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk, mi vagyunk a magyarok.